Minden évben a 10. osztály rendezi a Schwab Bált. A második gimnáziumi osztálydiákjai az előkészületekben is sokat segítenek. Pénteken már a harmadik tanítási óra után idejöttünk az expóba és berendeztük az egész termet, hogy alkalmas legyen a bálozásra. Ma pedig délután 4 órára érkeztünk és befejeztük a többi feladatot. Mi segítünk a ruhatárban, koordináljuk a VIP vendégeket és beengedjük a többieket is. Második éve tartjuk az expó centerben a bálunkat. Vannak újdonságaink is, mint például a patogatott kukorica vagy a vatta cukor. Az iskolai Schwab Bál története az 1990-es évekre nyúlik vissza. Az első alkalommal 100 vendég látogatott el a bálba. A múlt évben már 1500 fővel büszkélkedhetett a rendezvény. Az első alkalommal a 90-es években rendeztük meg a bált. Ebben az időben a Koch-Valéria iskola központ még német-magyar iskola központ volt. Akkor még a kis tornateremben voltunk, nagyjából 100 vendéggel, aztán később már a tornacsarnokban rendeztük meg a bált. Így már 1000 vendéget számoltunk. Tavaly pedig már 1500 látogatónak örvendett a rendezvény, ez már több mint 20 éves hagyomány. Ez a Schwab Bál már az első alkalom óta nagyban hozzájárul a kulturális életünkhöz. Tavaly előtt még az iskolában tartottuk ezt a rendezvényt. Szerencsére annyi vendég érkezett, hogy kinőttük a helyet. A bál azért is fontos, mert a szülők, tanulók, tanárok, nagyszülők együtt ünnepelhetnek. Másrészt a program miatt is, hiszen minden korosztályból a gyerekek megmutathatják a tudásukat. A ruha bemutató nagyon fontos része a rendezvénynek. Ilyenkor a 9. osztályosok különböző népviselettel varázsolják el a közönséget. Úgy gondolom, ez nagyon fontos. A Schwab Bál lehetőséget biztosít a diákoknak, szülőknek, tanároknak, hogy találkozzanak, jobban megismerjék egymást. A bált kulturális műsor előzi meg, amelyben az iskola diákjai mutathatják meg tehetségüket. Az esti program minden évben kulturális műsorral kezdődik. Ide tartozik a ruha bemutató, a fúvós zenekarunk műsora, valamint a tánccsoportjaink előadása. Zárásként pedig a 10. osztályosok táncát tekinthette meg a közönség. Englender Néhok Ibolya, az iskola központ egykori igazgatónője, napjainkban a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is jelen volt a rendezvényen. Az önkormányzat jövőbeni kulturális programjairól is beszélt. Ebben az évben országos szinten rengeteg kulturális rendezvényt terveztünk, de a legfontosabbak a nemzetiségi választások. Minden program, amit júniusig bezáróan szervezünk, ehhez kapcsolódik. Remélem, ez a mai rendezvény ahhoz is hozzájárul, hogy az emberek a magyarországi németséghez tartozónak tekintessék magukat. A Koch-Valéria iskola központ életében a Schwab Bál a legnagyobb szabású rendezvény. Az iskola tanárai és diákjai nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok megőrzésére, ezt ez a rendezvény is tükrözi. A mi iskolánkban a bál nagyon fontos szerepet tölt be, mert ez a rendezvény biztosítja azt a lehetőséget, hogy olyan emberekkel találkozunk, akikkel régóta nem beszélgethettünk. Legfőképpen a volt diákjainkra gondolok. Remélem, minél többen eljönnek most is. Másodszorra tartjuk a Schwab Bált az Expo Centerben. 30 év alatt kinőtte a rendezvény az iskolát, ezért máshol kellett megszerveznünk a bált. Fontos ez a rendezvény az iskola diákjainak és tanárainak egyaránt, hiszen ez is az összetartozást szimbolizálja. Az est értékes tombolatárgyak kisorsolásával ért véget. A rendezvény teljes bevételével a 10. osztályosok évvégi kirándulását támogatják.